nagyon jó érzés adni. Nekem még nem volt részem soha ilyenben, ilyen adományátadásban, és fantasztikus érzés tudni, hogy jó helyre kerül, és segíthet beteg gyerekeken. Idén 30 éves a Béres Alapítvány. Ebből az alkalomból Segítsünk Együtt címmel különleges vállalati aktivitást indítottak, amelynek keretében a gyógyszergyár dolgozóit bevonva 10 közhasznú szervezetet támogattak, több mint 10 millió forint összértékű béres cseppadománnyal. Adományban részesült az Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai daganatos és leukémiás gyermekekért is. Reméljük azt, hogy az intézményen keresztül az alapítvány, az Őrzők Alapítványon keresztül is ez jó helyekhez, jó családokhoz, jó gyerekekhez, jó emberekhez kerül ez a készítmény. Az adományokat a béres dolgozói, valamint ifjú Béres József, a Béres Gyógyszergyár ZRT elnöke személyesen adták át. A Segítsünk Együtt aktivitás keretében a béres dolgozók 20 fős csapatokba szerveződve közösen választhattak ki egy-egy közhasznú szervezetet, akikért az egész nap során küzdöttek. A választás azért esett erre az alapítványra, mert mindenképp gyerekekkel kapcsolatos alapítványt szerettünk volna választani, illetve kitétel volt, hogy közhasznú legyen ez az alapítvány. És egyöntetően a 21 fős csapat megszavazta az Őrzők Tűzoltó utcai daganatos és leukémiás gyerekekért alapítványt. És ez volt a cél gyakorlatilag, hogy ezért az alapítványért küzdjünk ebbe a csapatjátékba. Összefogott a csapat, és hogy megnyerjük minél több béres cseppet, hogy minél több gyerekhez eljuthasson.